NES Hungary NB2 2011-12-es idénye első forduló Ajka Gyirmót 2-1 mérkőzést követően Sós Imrét, a Gyirmót FC vezetőedzőjét kérdeztük a mérkőzésről. Hát igazából játszottunk egy küzdelmes mérkőzést, egy rendkívül szervezett csapat ellen. Sajnos két pontrugásból el tudták dönteni a mérkőzést. Nekünk lényegesen több helyzetünk volt, amiket sajnos nem tudtunk góra váltani. Az ellenfél a két beívelt lány labdájával három pontot itthon tudta tartani, ezzel szemben mi egy méterről nem tudtunk a kapuba találni. Volt több forduló pont is a mérkőzésen, az egyik a Nagy Lacinak a sérülése, a másik, amikor ki tudtunk egyenlíteni, a harmadik meg szerintem a kiállítás. Ezeket hogyan lehetne összefoglalni, hogyan értékelnéd ezeket a fordulópontokat? Hát én az első fordulópontot is ide sorolnám, hiszen az ellenfél az első fél a 44. percében szerezte egy pontrugást követően egy felesleges szabálytalanság után a vezető találatát, amelyet a szünet után két percen belül ki tudtunk egyenlíteni. Én úgy gondolom, még úgy éreztem, hogy vissza is jöttünk a mérkőzésbe, meg voltak a lehetőségeink. Aztán egy ismételt szerencsés pontrugás, egyszerűen nem is értem, hogy csapatban magas, rutinos játékosok vannak, hogy nem tudunk lereagálni egy oldalról belőtt szabadrugást. Szerintem ezek voltak a fordulópontok a kiállítás után, természetesen nem változott a játékképpen, mi birtokoltuk a labdát, csak nem tudtunk gólt rúgni. Mi van a Nagy Lacival? Le kell sérülés miatt cserélned? Igen, hát én nem igazán tudom, annyit tudok, hogy a szalagjai sérültek. Majd meglátjuk, hogy biztos, hogy egy hosszabb pihenő vár rá. És hogyan tovább? Min kell javítanunk? Min kell? Hát a helyzet kihasználáson mindenképpen. Az agresszivitásban nem éreztem problémát, viszont a játékunk az eléggé ducogós. Jó, köszönjük szépen. Sós Imrét hallottuk a Gyirmót TV-ben. Mérkőzést követően hazaiak mesterét, Artner Tamást kérdeztük, hogyan látta a mérkőzést. Én úgy érzem, hogy az első fél idő kiegyenlített volt, annak ellenére, hogy a Gyirmó többet birtokolta a labdát. Igazából helyzetük nem volt, nekünk volt egy-két lehetőségünk, végén tudtunk pontrugásból vezetést szerezni, aztán a második fél időben sajnos a játékvezető belenyúlt a meccsbe. A harmadik percben adott egy 11-est, ami szerintem nem volt 11-es, utána kiállították a Pavlicki Balást, az teljesen szétestünk. Sajnos itt lehetett látni, hogy az eltávozott játékosaim mert nem tudjuk ilyen szinten pótolni. A vége nagyon nehéz volt. Úgy érzem, hogy a kapusunk bravúria kellettek ahhoz, hogy megnyerjük a meccset. Hívhatjuk most már az Ajkát Gyirmót specialistának? Ugye most már sorozatban harmadszor nyertetek ellenünk. Én nem hiszem, hogy Gyirmót specialisták vagyunk. A játékosok tudják azt, hogy ez a csapat a csoport egyik legerősebb csapata. Úgy is készültek rá, megtettek mindent. Én úgy érzem, hogy le a kalappal előttük. Ennek ellenére nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy jobb csapatot vertünk meg mindig. Köszönjük szépen, és gratulálunk, Artner Tamást hallottuk a Gyirmót TV-ben.